Pajdi Csabának van egy fontos gondolata. Na mondja, drága kapcsolatban. Annyira nem vagyok most már zavarodva minden szempontból. Tök jó korán. Isten, még időben. Hogy most, én abban egyetértek egyébként Péter úrral, hogy ez egy nő lesz. Nem. De csak milyen nő, ugye? Az a kérdés, hogy milyen egy ilyen nő. Rajos nő. Figyelj, én nekem az a meggyőződésem, hogy ez nem lehet más, mint Marcellina. Ne viccelj. Marcellina? Elkezdünk tippelni? Oké, akkor megáll a szívem. A szakszofonos Marcellina. Kezdjük el a tippelést akkor, oké. Okay. Szépen megyünk sorba. Jó, és akkor mindenki indokoljon. Na. Nem rossz a Marcellina egyébként. Akkor Gajdi, Csabi, veled kezdtünk Marcellina. Készelj, én Marcellina. Miért? Csak úgy? Kapaszkodjál meg. Állati jó, hogy a TV2 csatornán ebben a játékos vidám műsorban, ami csak ki vagyokban, Kajdi Csaba, Cila és maga Majka is azt mondta, hogy én vagyok az asztronauta maszkja mögött. Nagyon megtisztelő, de hogy legközelebb még határozottabban gondoljanak rám, küldök nekik egy dalt, amit kiválasztottam a műsorból. Igaz, hogy nem az asztronauta énekelte, hanem az oktopuszi. De ez egy olyan dal, tényleg olyan dal, aminél nagyon nehéz megállapítani, hogy vajon ki tudta ezt így elénekelni. Tehát küldöm azt a dalt, amit 1968-ban Lucio Dalla írt direkt Caruso számára. Ez a dal, ez egy szerelmi érzelmekkel túlfűtött, igazi, olasz, belkántós dallam, és rengeteg nagy név elénekelte már, és most én is beállok a sorba, azért, mert a színpadi működésem mellett igazándiból én hangképző tanárnő is vagyok ám, majd a dal után egy kicsit szakmai oldalról is tudok értekezni, a dalról magáról, és a műsorról magáról, mégpedig, hogy vajon miért volt ilyen baromi nehéz a két csapatnak kitalálni azt, hogy kik is voltak a maszkok mögött. Na de mielőtt erről cselegek, jöjjön ez a csodálatos dal, Caruso. És most elindítom a zenét. Ó, basszus. Fenébe is sikerült. Jól belerúgnom az állványzatba. Nem baj, majd valahogy visszaállítom. Sikerült kikapcsolnom a mikrofont és az énektuccot, és most újra itt vagyok veletek, és térjünk rögtön a dalra, most hangképző tanárnői szemszögből. Fogadni merek, hogyha maszkban énekeltem volna el ezt a dalt, akkor a büdös életben nem jöttetek volna rá, hogy én énekeltem.
Mi ennek az oka? Hogy egy olyan hangtechnikával adtam elő ezt a dalt, amit tőlem még nem hallottatok, és ez egy klasszikus opera énekesi hangtechnika, úgy hívják, hogy bel canto, azt jelenti, hogy szép ének, vagy szép éneklés, és hát ez a fajta hangtechnika, ez nem passzolna nagyon bele a populárisba, csak egy kis példát elég furcsán fog hangzani, mondjuk, ha ezzel az énektechnikával adnám elő az én 80-as évekbeli egyik nagy országos slágeremet, a Sexy Lady-t, nem próbáljuk meg. Sexy lady, oh lady, oh lady, minden lány, hogyha arra vár. Sexy lady, oh lady, oh lady, ha szerelemre vár. Jó, a végén már beleraktam egy kis populárisat, de mondjuk populárisan meg így hanem. Sexy lady, oh lady, oh lady, minden lány, hogyha arra vár. Sexy lady, a lady, a lady, ha szerelemre vár. Ugye? Ez egy kicsit másképp hangzik. És ezzel az összehasonlítással már egy kicsit közelítünk a témához, hogy mi a felétől volt olyan baromi nehéz kitalálni a játékcsapatoknak, hogy kik voltak a maszkok mögött. Igazándiból elsőnek azt kérdezném meg inkább, hogy mitől lenne egyszerű kitalálni, hogy kik vannak a maszkok mögött. Szerintem attól, hogyha karizmatikus énekhangokat hallanánk. Mit is jelent egy karizmatikus énekhang? Nem csak egyéniségek lehetnek karizmatikusak, hanem az énekhang vagy a beszédhang is. Például, ha visszamegyünk egy kicsit a múltba, fantasztikus, speciális hangszínű opera énekes volt Sárdi János, vagy a nemzet színésze Latinovics Zoltán. Olyan hangszínnel, orgánummal, rezonanciával, rezgéssel, zengéssel a hangjukban adták tudtunkra, hogy még egy ilyen hang nincsen. 100 000-ből is megismerhetőek voltak. Vagy menjünk vissza a retro korszakba, a három díva, Kovács Kati, Konzsuzsa és Zalatnai Sarolta, három teljesen különböző karakterisztikus hangszín, mindenki azonnal felismerte a különbséget. És ha belegondolok, akkor tulajdonképpen Korda Györgyről tudnám elképzelni, hogyha beszállna ebbe a játékba, hogy ott kilógna a lóláb, mert a Korda Györgyi olyan hangszínnel és olyan hangtechnikával rendelkezik, ami a mai napig egyedülálló, és rögtön kiderülne, hogy ez a Korda Gyuri. A mai előadók közül én nem is nagyon tudok ilyen karizmatikus hangszínt, talán a Rózsa Magdit említhetném meg. A mai előadók inkább a dalokkal lesznek népszerűek, mint egy specifikus hangszínnel. Tehát ez könnyítené meg a játékosoknak a dolgát, hogyha lennének ilyen karakterisztikus hangok, de nem nagyon vannak. A második nehezítő faktor az pedig az előítélet. Mi is az előítélet? Az, hogy megítélünk valakit úgy, anélkül, hogy igazándiból ismernénk az illetőt. És ebben a játékban ez baromira kapóra jön, hogy rendelkezünk ilyen előítéletekkel. Nem képzeljük bele magunkat az előadó helyzetébe, hanem csak azt mondjuk, hogy ó, hát azt az előadót én ismerem, az nem tud így énekelni, kizárt dolog. Így járt ugye az Oktopuszi is, hogy elénekelt ezt a fantasztikus Caruso dalt, hihetetlen nagy technikát igénylő dallamvezetéssel járó dal, és nem a szegény Hajós András, aki ugye többek között vezeti a Dalfutár című fantasztikus szakmai műsort, tulajdonképpen zenei szakmai műsort. Én is rendszeresen nézem és nagyon szeretem. Tehát ő ott a producer, a fül. Hajós András a fül, aki eldönti, hogy mitől, hogy lehet össze dolgozni jó dolgokat egy
összességbe, és hát nyilvánvaló, hogy ő rendelkezik egy olyan szakmai háttérrel, ami neki egy olyan magabiztosságot ad, hogy hát ő azt így simán eldönti, hogy ki van a maszk mögött, és láttam, hogy a műsor során egyre jobban maga alá kerül, teljesen kitért magából, amikor az Oktopuszi elénekelte a Karuzót, és hát ez nem lehet igaz, hogy én nem tudom, hogy a szakmában ki az, aki ezt így el tudja énekelni. Tehát rá kellett döbbennie, hogy az égvilágon semmit nem ér ebben a játékban az ő szakmai hátterével, mert nem tudta elengedni az előítéleteket. Hogy mivel nem tudjuk, hogy a Dukai Regina képes lenne ilyesmit énekelni, így alapja el is utasítjuk, az, hát az nem tud így énekelni. Ugye igaz, hogy valami olyasmit mondott most a riportban, hogy ő eddig nem énekelt így, nem is tudta, hogy van ilyen hangja, új hangképző tanárnő a tévében segített neki. Mindegy, a lényeg fantasztikusan elénekelte ezt a Caruso dalt, és szerintem senki nem satszolta volna, hogy ő erre képes, vagy ki gondolta volna, hogy Jolie így leénekli a Charlie-t. Tehát az is egy nagy előítélet, hogy egy mulatos király, mondhatom ezt a Jolie-ról, tehát hogy egy ilyen a szakmának ezen a területén énekel, és abba a zenébe, ugyanúgy, mint a igazándiból a populáris diszkóba, ott sem tudsz túl sokat megmutatni a hangodból, mert az a fajta stílus azt az egyszerűséget igényli. Ha abba elkezdene áriázni valaki, hát hogy szólna már? Tehát nem derül ki igazán, hogy a Jolie baromi jól énekel. Tehát ez is megtévesztő, és eleve a szakmán belül vannak ilyen előítéletek, hogy a nótármériről is megdöbbentően kiderült, hogy fantasztikus jókat énekel. Tehát ezek azok a bizonyos előítéletek, amik megnehezítették most a játékot, de hát tulajdonképpen a cél az, hogy meg legyen nehezítve a játék, és a legnagyobb érdekessége és akadálya annak, hogy ez könnyen kitaláljuk, a saját fülünk. Tehát az, hogy meg vagy győződve arról, hogy te jól hallasz, és jól el tudod szeparálni a hangokat, én is úgy gondolom, hogy elég jó fülem van erre. Én végigjártam a hangszálcsomók hadakútját, ha így mondhatom. Tehát én tudom, hogy egy hangszálcsomós hang, vagy egy beteg hang, hogy cseng, tehát azt baromira ezer közül is megállapítom, hogyha valaki beteg hangszalaggal énekel a színpadon. És már volt is rá precedens, hogy oda mentem és mondtam, hogy azonnal menjen el orvoshoz, mert biztos vagyok benne, hogy ez áll a háttérben. És tehát, hogy az ember a fülére támaszkodik, hogyha belegondolunk ebben a játékba, ugye a Charlie hangja szólalt meg a Jolie-nál, valamint az RTL Klub műsorában, ugye ott például Nagy Ervin olyan Hevesi Tamás hangszínen énekelt, hogy csak úgy gondolkodtunk, hát megesküdtem, hogy az Hevesi Tamás hang. És nem ő volt, Nagy Ervin volt. Tehát tele van ilyen meglepetéssel ez az egész játék, és ez valahol izgalmas, de tulajdonképpen a Judyéknak a csapata a Judynak köszönhetik, hogy megnyerték, mert hát, hogyha a Hajosra hallgattak volna, igaz, hogy ő elég keveset beszélt, mert nem úgy tűnt, hogy nagyon oda van ezért az egészért, de tehát, hogy nem lehetett a fülre és a szakmai tapasztalatra támaszkodni az előbb elmesélt dolgok miatt, mert nagyon-nagyon megtévesztő, és a Judy pillanatok alatt rájött, már a játék elején, hogy hiába hallgat a fülére, az nem igazán segít, tehát hogyha nyerni akarok, és ők nyerni akartak, akkor itt most nem művészkedünk, meg nem találjuk ki, hogy ki milyen technikával énekel, és hogy ez képes-e rá, hanem elkezdte az infókat így szép sorba rakni, és arra lehetett támaszkodni. Úgyhogy elsöprően meg is nyerték a játékot.
Ettől függetlenül izgalmas volt, amikor jó páran jöttek oda hozzám, és mondták, hogy tudom, hogy te vagy a Nyuszi, jó, az nem a TV2, hanem a RTL, maszkos énekes, vagy mi volt a címe, mert hogy a habitus is, tehát, hogy mit csinálsz a színpadon, ugye én fölmegyek a színpadra, és ott élek, és aki engem ismer a színpadon, a Nyuszi meg aztán mindent beleadott, amit csak lehetett, és mondtam, hogy nem én vagyok a Nyuszi, de tudjuk, nem mondhatod meg. Tehát igazándiból inkább csak ilyen külső támpontok voltak, amik hasznosak voltak a játék szempontjából, és tulajdonképpen ez egy ilyen társadalmi, társas játék lett, és ezért lett ilyen nagyon népszerű, mert a gyerekek is a családban találgathattak, a felnőttek is találgathattak. Persze erre a műsorra is voltak kritizálások, hogy ilyen együgyű és főidőben ilyeneket, de hát én amondó vagyok, hogy úgyis elég bajunk van most a vírus miatt, hát nagyon kellenek ilyen együgyű vidámságok, hogy az ember elfelejtse a sok szart, és ellazuljon, és azt mondja, Úristen, ennyire süket vagyok, hogy ezt nem hallottam meg. Ez egy nagyon jó játék volt, és remélem, hogy folytatódik, hogy majd megint megkritizálhassam az egészet. Egyelőre ennyi volt most a hangképző tanárnőnek a véleménye, és akkor én most ezzel pontot is teszek a mai vlog végére. Elbúcsúzom, vigyázzatok magatokra, és hamarosan találkozunk. Ciao. Nincs vége! Ne felejtsétek, fingilingili megkövetni, lájkolni, meg örülni, és írni. Írjatok nyugodtan kérdéseket énekléssel kapcsolatban, hangképzéssel kapcsolatban, dalokkal kapcsolatban, véleményekről. Mi tetszik, mi nem tetszik, mit szeretnétek hallani. Ja, és még egy dolog, ne felejtsétek el a sztárfogót is nézni. Tudjátok, a rengeteg ikonikus vendégemmel óriási sztárfogásba kezdtem. Ciao! Puszmusz nyusz, ciao!